100 négyzetméteres kétszobás lakás a pécsi belvárosban 200 ezer forint bérleti díjért, 150 négyzetméteres háromszobás, meccsek oldali lakás havi 180 ezerért, de az egyetemi karokhoz közeli Rókusdombon újépítésű kétszobás 75 négyzetméteres lakást már 260 ezerért hirdetnek havonta. Az orvosi kar melletti 54 négyzetméteres kétszobás panellakásért is elkérnek 150 ezeret ennek az ingatlan közvetítő irodának a kínálatában. Az ingatlan szakértő azt mondja, a júliusi árak már alacsonyabbak, mint amik tavasszal voltak. Volt olyan, aki 220 ezer forintért volt hirdetve, és 150 ezer forintért lett kiadva. A figyelembe vették ugye a rezsit is, és figyelembe veszik azt is, hogy két havi kauciót kell fizetni. A tulajdonosok pedig azt veszik figyelembe, hogy milyen referenciával érkezik az albérlő, mit tud felmutatni, milyen foglalkozása van, vagy hogyha külföldi diák, akkor ugye, hogy melyik országból érkezik. Természetesen, hogyha harmadik országbeli, az is lehetséges, de ők már hoznak magukkal egy referencia levelet, hogy hol voltak, és hogy mi, hogy hagyták ott a lakásokat. Az előbb bemutatott Rókusdombi 260 ezeres albérleti lakást éppen csütörtökön adták ki. Ez még ilyen áron is piacképes volt. Az egy újépítésű lakás, és az azért, mert nagyon közel van az egyetemhez, és az újépítésű lakásnak olcsóbb a rezsie. A használt belvárosi lakásoknak magasabb a rezsi, illetve ugye a tulajdonos szeretné a fix albérletet nagyon sok helyen, de az albérlők ezt nem mindig fogadják el, és akkor vagy van egy kompromisszum, vagy pedig addig kell hirdetni az albérletet, amíg ezt el nem fogadják. A fix rezsit a belvárosi gázfűtésű ingatlanoknál kérik. Ez azt jelenti, hogy télen-nyáron ugyanakkor a rezsiköltséget számol fel a bérbeadó, így biztosítva, hogy a magasabb fűtési számlákra meglegyen a pénz. A bérelhető családi házak keresettek Pécsen, mondja a szakértő, de ezeknek ára van. Nagyon sokan keresik a családi házat, nagyon sokan szeretnének családi házba menni, de elég magasak a bérleti díjak a családi háznál, az elég jól tartja a bérleti díjat, azokat elég szépen ki lehet adni 400-500 ezer forint plusz rezsiért. Ezek már 4-5 szobások, legalább 250 négyzetméter körüliek. A lakótér mellé jár a kerthasználat is. Az 500 ezres bérleti díjért már úszómedencés lakóház bérelhető Pécsen. Jelenleg már keresik a leendő egyetemisták a kiadó ingatlanokat, akár magyar, akár külföldi hallgatókról van szó. Azonban sok bérbeadó éppen nyaral, ezért most nehezebb megnézni személyesen a kínálatot, mondja az ingatlanos.